Sziasztok! Sziasztok! Ezt az AP-t is le akartuk tesztelni, méghozzá a Mikrotik boszorkák konyhájából a biket elküldték, hogy szerencsét próbáljon. De hát az öreg anyjához nem úgy fog visszatérni, hogy megnyerte a csatát, meg ővé lett a fele királyság, de azért érdemes lenne szerintem őt is bevenni a tesztbe lévén, hogy Mikrotik AP-t még nem teszteltünk. És nagyon fontos, hogy komoly handicappel indul a barátunk, mert... <laughs> Mint a fehér lófia ac szegény, és ugye mi csak Wi-Fi 6-os AP-kat tesztelünk itt. Konkrétan ac és AP-t mi nem is teszteltünk még. Csak lévén, a Mikrotik még mindig húzza az időt, ezért mi ezt hoztuk el. Hozzáteszem, hogy persze vannak már AX-es API a Mikrotiknek, de nem Ceiling Mond, és ebben a teszt mindig a Ceiling ápékra AP AP-kra fókuszálni, mert azok a valódi Enterprise AP-k. Mit kell róla tudni specsbe? be Jöjjenek a szigorú tények. ARM alapú rendszerről van szó, 32 bites. Ha valaki nem látta volna még. Qualcommnak egy mondhatni viszonylag régi rádiós csípje az IPQ 4000-es szériából került bele egy. Ennek megfelelően nyilván nem is hozza a legfrissebb álljó szabványokat. Két rádióval gazdálkodunk, van egy 2.4-es és egy 5 GHz-es rádiónk. A Két lampot. képességeit tekintve de maximális moduláció, mire képes az 867 megabites, amiből azonnal kijön a, az matek, hogy ez egy kétcsénes, maximum 80 MHz-es használatára alkalmas eszközöcske. Amihez sörnyitót is adnak? Ez egy Dacia léjel, nem? Lehet, hogy nem jó dobozba csomagolták a Dacia élet. Most lecserélte a a jelét, az összes megmaradtat adatták a mikrotiknek. Jó? Mondjuk ezért az egy szép nagy üvegsör lehet, aminek ekkor kopakja van. Férfi méret. Van hozzá egy tápis, aminek nem sikerült poésnek lenni, de cserébe kapunk hozzá poe feladót, mint a régi időkben, amihez még járt splitter is régen. Mert ugye ez az injektor névre hallgató történet. Jó, euh, szerintem hát, erről ennyi. A Dacia injektora is a <laughs> szóval. Jó, ne a Dacia-val hasonlítsuk szerintem a mikrotiket, mert egyébként ez egy fantasztikus dolog. És még egyszer elnézést kérünk a tesztért, mert ugye tényleg itt nem is fogjuk összevetni igazán a mért értékeket. Egy tekintetben érdemes összevetni, bocsánat, hogy szabadba vágtam, csak ez itt eszembe jutott, és nem szeretném elfelejteni, hogy ez egy 100 dolláros listárú AP, ami long range kialakítású, valamint füstérzékelőnek is beillene, ami azt jelenti, hogy igen, nagy antennákat kapott. Tehát, ha ennek van valahol előnye, ennek az AP-nek, akkor az az ára, valamint az antennáknak a mérete, mert a wi fi ap közül a Unify-nak van egyedül olyan áru AP-ja, ami összevethető ezzel, az is 100 euró környékén mozog és annak sokkal kisebbek az antennái, cserébe az már wifi hatos, fele annyi, tehát ezeknek 6 dB-s antennája van meg ilyenek. Nemrég volt karácsony, itt egy karácsony fog. Boldog karácsony ünnepeket ezen túl is mindenkinek, minden évben. Boldog elmúlt karácsony. Szóval igen, alapvetően nem izgalmas az, az eszköz, hogy most került ide az asztalunkra, de tartoztunk vele. Igen. És, Mondjuk, legyünk szemetek? Ne. Ne legyünk szemetek? Ne, alapvetően a szeretjük, és aki ilyen is szerel, Nem, az, nem, nem, én arra gondoltam, hogy keresek valami olyan összefüggést, olyan konstellációt, ahol többet tudott, mint valamelyik a nagy antennájának köszönhetően. Például az U6 plusz a ha hasonlítod, azokat lehet, hogy meg tudja szorongatni. Jó, sajnos még a szoftver nem áll olyan szinten, nekem is azt gyanítjuk. Hol vannak kellemetlenül rossz értékek a ubiquiti -nél? Szóval valahol. Ja, alapvetően a mikrotiket még mindig azért szeretjük, mert a Caps Manager igazából nem egy, nem használhatatlan jószág, egy kifejezetten kényelmes segédeszköz arra, hogy a routerünkbe tudjuk integrálni a, a wi hálózatunknak a felügyeletét, akár ott rögtön belül megoldjuk a, a hotspot autentikációt, a kiszolgálást. Szóval sok mindent mondhatunk a mikrotiket, csak azt nem, hogy a szoftveres megoldásaik rosszak, vagy eleve kerülendőek. Talán ez is adja még mindig a létjósultságát, és ugye azért biztató az, hogy megjöttek az első AX-es termékek, itt van a HAP ax 4 Ugye itt unboxingoltuk legutoljára. Hamarosan jön a nagyobb testvére, találkozni fogunk a HAP AC köbbel. Már megint ac mondtam annyira... Pedig AX. <laughs> Pedig AX valójában. AX ugye ezek mind a köré a, a Qualcomm referencia platform köré épülnek, aminek elég jól kiszívtuk a vérét ebben a videóban itt fönt. Szóval, Igazából az a múlt egy régi erekéje. Tartoztunk annyival neki, hogy lemérjük. Hogyan mérünk? Kérlek szépen úgy mérünk, hogy van egy nagy teljesítményű készülékünk, amin ITEF szerver fut. Ugye ez adja magát a mérési pontot, a referenciát, ahova belelőjük a csomagjainkat, vagy amit éppen csomaggenerátorként használunk. Ugye mögötte van egy megfelelő nagy sávszélességű esetünkben 10 gigabites gerinchálózat, és erre a gerinchálózatra szurkáljuk föl a leszközeinket, amiket mérni, tesztelni szeretnénk. ezzel el tudjuk kerülni azt, hogy szűk keresztmetszet legyen a hálózatunkban, mindenhova eljussanak a bitek olyan gyorsan és olyan mennyiségben, ahogy azt kell. Ahogy azt az AP tudja? Honnan tudjuk, hogy az AP mit tud? Onnan, hogy az AP-val egy légtérben van egy referencia mérési pontunk, ez egy megfelelően erős épített PC. Ebben az épített PC-ben van két PCI Express rádiós interfészünk. Az egyik egy kifejezetten AX-re, míg a másik AC-ra dedikált rádió. Az AX-es az 2x2-es 160 MHz-es csatorna szélességgel, míg az AC-es az pedig 4x4-es 160 MHz-es csatorna szélességgel. Az AX-es a szabad elárulni, ez egy 3000E, az egy TP-Link TX3000E, míg a, az AC-es az pedig egy Asus PCE AC88-as típusú. Oké, okay, akkor hogyha a referenciaértékeink megvannak, utána hogyan mérünk a vezeték nélküli kliensekkel? Háromfajta klienssel mérünk a megadott pontokon. Van egy Dell Latitude sorozatból származó notebookunk, egy 54-20-as. Ott a helyzet a következő, ez AX képes, 2 x és 160 MHz-es csatorna szélességre hajlandó. Ez egy Intel AX201-es kártya valójában. Van egy MacBook pro ami 2016 létsz, tehát igazából nem egy friss darab, viszont ő egy 3x3-as rendelkezik, 80 MHz-es csatorna szélességre képes csak. És a harmadik eszköz az pedig egy iPhone 12 Pro, ami ugye AX-es, 2x2-es és 80 MHz-es csatorna tud. Ezekkel hajtjuk meg a kiszemelt példányokat. Ezen kívül van 11 mérési pontunk, és ezeken a 11 mérési ponton mind a három klienst bevetjük, és megnézzük, hogy mi a maximum. Az AP-kat mindig a lehető legmagasabb kapacitásra konfiguráljuk, és ebből adódik, hogy össze fogjuk tudni őket hasonlítani. Nem találtam olyat, ahol bármi is ö, alul múlta volna, mert ott, ahol a leggyengébb láncem eddig, ugye az az U6 Enterprise-nak volt a tízes mérési pontja, ott ez tudott acélos nulla megabitet is kiadni magából, meg ötöt, meg nyolcat. Ott azért az tudott 30-at, meg 40-et. Én találtam egy helyet, ahol azért megveri a... No kompetitort, még pedig az, az U6 LR vagy U6 Plus LR, most már igazából nem is tudjuk, hogy hogy De én. az nem illik, hát az egy beta szoftveres valami még. Így van, de ennek ellenére feltöltésben, AC oldalon, ugye megpróbálom ezt a két számot kivenni egymásban, 41 megabittel többet tudott. Wow! Ügyös Mind. ügyes vagy. Ügyes vagy. vagy. Na jó, mondjuk, mondjuk, mi történt a referencia pontokon, ahol itt eddig gigabitekkel kiabáltunk. Itt a bitekről kiabáltunk, hát itt 370 és 370, az egy szép Legyünk őszintén hozzá a hozzá a matekot, igen. De általában azt szoktuk mondani, hogy hát egy AP mondjuk a ráragasztott címkét, a címkén szereplő ö, modulációs rátának a 40%-át kell, hogy tudja hozni. 50% esetleg. Hát az Jó, már nagyon, nagyon optimális Aha. helyzet, de mondjuk a 866-nak, 40 a az a 370-376, az úgy az mondhatjuk, hogy így körülbelül így ott van. 35-ös jelszín mellett, 5 gigán. Jó jelszínten. Amúgy, hogyha így végig azért vannak itt 370 meg megákám még ideális helyszíneken, euh, iPhone-nal is. Tehát, hogy nem kell ehhez nekünk referencia, PC, végtelen erőforrással, meg mindennel, meg gigantikus antennákkal. Ezt az elszélességet megoldja egy iPhone-on is, hogyha sőt, úgy alakul. Sőt, hát nagyon sok helyen inkább az iPhone-nál hozott jobb értékeket, mint, mint mondjuk egy megbukkal, ami elég érdekes uh -huh. felállás. A lett az úgy tűnik egy iPhone-os nép. Elképzelhető. És arra optimalizálnak? 200-ak, 140-ek, 120-ak, 220-ak, 380. Hát figyelj, már volt itt egy pont, ahol többet mértünk, mint a referencia ponton, macOS-sel. Na, az érdekes. Jó, a referencia feltöltés, a letöltés az 376, ez meg 380, szóval körülbelül ugyanaz. Ez nagyjából a mérés hibája is benne lehet, no, vagy sem hát nem ennek nem. az átlagoló számítási módnak a... a De az hibája. látszik, hogy hát itt a nagyon tenna ide vagy oda, azért azokon a helyeken, ami szokásosan AP izzasztó, kategóriás, tehát a 9-es, az, az, űrös, az 10-es pont, a 11-es pont, azt még egész jól megugrott egyébként. De ez a 9-es, 10-es pont, na hát itt 7 megabit, 10 megabit, 0 megabit, 5 megabit. És bizonyos kliensek, például a Dell azért még ezekben a helyzetekben is kihozott 50 megát, meg 30 megát. Ráadásul 5 megabit, ghz -en. És 5 ghz maradt ő csak azért tudott ennyit. Bár nem, mert ugye az iPhone is 5 gigán maradt, de valószínűleg már kellett volna lépnie, mert 0 megabitet tudott felirányba. Szerintem. Szumma. Szumma? A szöveges megjegyzésben én azt írnám hozzá, mert még nem tettem meg, hogy a maga ligájában, ebben az egyszerű, olcsó AC és AP kategóriában Szerintem ez egy becsületes eszköz, tehát egészen bátran meg lehet venni, hogyha már egy meglévő ácis hálózatból kipusztult eszközt kell valamilyen oknál fogva költséghatékonyan uh -huh. pótolni, esetleg bővíteni, kiegészíteni. Tehát tényleg mondhatjuk azt, hogy talán az ácis line egyik legbizalomgerjesztőbb terméke. De igazán, ha viszont új beruházásról van szó, akkor ebbe az irányba nem feltétlenül terelnék senkit. Mert a, említett U6 Lite, az is körülbelül ugyanezt hozza, hogy rossz körülmények között nem fog tudni teljesítményt adni, hát nagyon bonyolult, sok falon át történő adott kommunikáció esetén, viszont az már Wi-Fi 6-os, árman azonos, és, és, ott, és többet fog tudni közel, meg egy falon keresztül, mert, mert az újabb Wi-Fi szabványt már támogatja. Szóval őt szerintem nyugdíjazni lehet lassacskán. De azért most még itt és majd jönnek az újak. Én abban reménykedek, hogy a hamarosan a Mikrotik lehet, hogy majd a februári hírlevelében be fogja jelenteni a CAP AX sorozatot, uh -huh. ahol majd megjönnek ezek az eszközök. Remélhetőleg már a Qualcomm-os csipekkel is azzal a Pro az hát Akkor azt is berakjuk a tesztbe, azt ki, ha meg tudna jönni, vagy tudnánk valami korai, állap, korai gyártásból nyerni egy-egy darabot. De attól tartok egyébként, hogy az antenna design oldalon nem fognak akkor se villantani, mert a mikrotik az antenna designban nem feltétlenül ugrik lécet. Jó, kültéren azért vannak furcsaságai, tehát a LHG meg egyebek, de ilyen beltéri Wi-Fi AP vonalon, nem is tudom mi volt érdekes, talán az audience volt az, ami egy kicsit érdekes volt és jó is volt a teljesítménye. De nem, nem szokásuk túl cizellálni az antennákat. Na jó, szomba, pontszám. Pontszám? tovább akarod őt bántani? 338 pont. Az igazsághoz hozzá tartozik. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy harmad annyi pontot ért el, mint az eddigi tesztben résztvevő ap -k. Amik azért ugye eddig ég... tudtak 160 MHz-et, tudtak AX-et, és mm. meg voltak tüzdelve a modern kor mindenféle jóságával. Tehát akár mennyire is ö, mm a kitörött kerekű bevásárlókocsihoz akarjuk őt hasonlítani. Ez a... mit Egy, egy bevásárlókocsinak a kereke. Nincs ő vele semmi baj, csak a megfelelő ligában, a megfelelő időben kellett volna tesztelni, és akkor nem egy ilyen meghökkentő eredményt kapunk. Igen, hát jó, átszés. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Mindenképp folytassuk a diskurzust, legalább ilyen egy oldalon is, de hogyha akartok, akkor szóljatok hozzá mindenképp a videóinkhoz, mert jönnek az újabb AP tesztek, lesz itt még Ubiquiti, lesz itt TP-link is, sőt, majd meglátjuk, még mit tudunk berángatni ebbe a kis tesztcsomagba. Én azért ebből ki fogok próbálni majd egy nem álmennyezetre szerelhető ax es változatot, uh -huh. mert, mert kíváncsi vagyok arra, hogy az a... Mit tud a vas legalább? Az a vas, mit tud, amit beépítettek. Most eltekintve az antennától, a dizájntól, akár igen, a kertetől. Igen, mert ugye van egy ekkora antenna amúgy áll. Az AX köbben, igen. AX az AX, 4 négyzet az már rendelkezésünkre áll. Láttátok korábban, meghajtjuk, mint szódásoló megnézzük, mi lesz belőle. Jó. Írjatok az, az ra kommenteljetek, iratkozatok fel, nyomjatok csengőt, mi egymást, ezt nem szoktam mindig elmondani, mert magától értetődik. Sziasztok! Sziasztok.